Őszintén bízom abban, hogy ma is boldog, vidám és emlékezetes mulatság részlevői lehetünk. Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke jó kívánságaival nyitotta meg az idén immár 6. alkalommal megrendezett vállalkozók bálját az Egyetem A épületében. Az esemény célja a helyi vállalkozók összetartása, valamint a fiatal szakemberek támogatása. Idén is szeretnénk támogatni azokat a fiatal szakembereket, akik jelentkeznek az európai, illetve világ szakmai versenyekre. Itt nem csak szakmunkás tanulókról, hanem már végzett ifjú szakemberekről is beszélünk. A Euroskills és Worldskills versenyeken résztvevőknek a felkészüléséhez adnánk támogatást, illetve hogyha helyezést érnek el, dobogós helyezést, akkor a díjazásukat is ebből oldanánk meg. A rendezvényen természetesen a díjazás sem maradhatott el. A kisvállalkozás kategóriában Horváth József, a Cukép Kft. Ügyvezetője, a középvállalkozás kategóriában Grábics Gábor, a Corner Trade Kft. Tulajdonosa, és a nagyvállalkozás kategóriában Vas Zoltán, a Ferrobeton Zrt. Vezérigazgatója vehette át az évvállalkozása díjat. Nem kívánok a holdra szállni, de otthon üldögélni se fogok. 61 éves vagyok, én úgy gondolom, hogy még legalább egy 25 év aktív élet vár rám. A vállalkozásom, mint kisvállalkozás sikeres, mint említettem, az utódlás részben megvan oldva, hát ezért még nagyon sokat kell dolgozni közösen az Ádámmal, hogy ez tovább menjen. Úgyhogy azt gondolom, van feladat, örülök neki. Biztos, hogy kell egy kis szerencse is, én ezt soha nem vitattam, de a legfontosabb a kitartás. Hinni abba, amit akarunk csinálni. Először is legyen meg a cél. Meglehetősen mozgalmas volt az életünkben. Ez egy epizód, ez egy rajszög azon a térképen, amit mi bejárunk. A vállalkozók bálján összesen 211 fő vett részt, akik hajnalig mulattak a 6. alkalommal megszervezett eseményen.